megtalálni a mostani uralkodó stílus. Ugye volt egy időben ez a Hidimiki féle ilyen, mindig azt mondták, hogy elgurult a gyógyszere, tehát így gyakorlatilag is széttépte a motort, elképesztő dinamikával, hatalmas látványú motor, ez a füst körülötte minden, bonyító motor, aztán ott van ellenpontnak akár az Erdős Csaba féle ilyen majdnem statikus stántolás. Most milyen jelen van egy milyen nemzetközi trend? Minél kisebb helyen, minél jobban beszűkíteni már a maga az arénát, ahol lehet motorozni, és inkább ezek a forgások, meg ezek a rövid távon végrehajtható gyakorlatok, amik inkább ez a passzolós motorozás. Nincs már ez a nagy dinamika benne, hogy most akkor 3-400 méteren, amíg belefér valami kívül, csak nagy füst, hanem kicsi helyen is, akkor a dinamikus gyakorlatok. Előbb-utóbb lesz házi bulimba, nappaliba stand bemutató? Hát remélem, hogy nem jutunk el addig. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok híve ennek a nagyon kis helyen történő motorozásnak, mert úgy gondolom, hogy a nézőktől veszi el az igazán a látványt. Biztos, hogy veszélyesebb a nagy tempó, meg ezek a gyorsabb dolgok, de kell, úgy gondolom, hogy igényel a nézőt. Szerintem a rendezvények vitték el ebben az irányba. Nem volt elég hely, és akkor mindig kisebb helyekben szúkították, aztán a motorosok meg elvállalták meg is. Mesélj egy kicsit még a idei tervekről, úgyis május 1-i Kumadarasról írtuk azt, hogy gyakorlatilag te nem is az OB-re koncentrálsz, nem is nagyon fogsz tudni jönni talán a többi fordulóra. Sajnos nem fogok valószínűleg menni a többi, talán hogyha nem lesz az augusztusi verseny időpont, nem fog ütközni, akkor talán el tudok menni Kumadarasra. Lesz Lengyelországban egy verseny, most kaptunk meghívást Angliában még egy versenyre. Hát a bulgáriai versennyel kapcsolatban vannak kisebb problémák, majd megváltjuk, hogy ők sikerül eljutni, de ez a lengyel és az angol, ez nagy valószínűséggel biztos. Neked melyik a legfontosabb, ugye, melyik versenyed? Hát igazából a lengyel verseny az, ami nagyon sokan ott vannak. Nagyon sok indulunk, meg már egy jó pár éve folyik is. Nem mondom, hogy a legjobban belopta a szívembe a magát ez a verseny, de nagyon sokan vannak, aztán ez itt egy nagyon komoly megjelentetés. Világbajnokságban egy pár szót? Mind egy fordulós verseny most. Egy fordulós? Egy fordulós. Hát sajnos nagy versenyeket már rendeznek, ami több fordulón vagy több országon keresztül menne. De a szabályok azok hasonlóak, mint a tavalyi évben meg előtte. A Lengyelországban sem az akkor nem világbajnokság. Ebben nem menjünk bele, az is az. Az? Aha, és a bulgár? Az is az. Az is az, értem. És ezek mégsem egy sorozatot képviselnek, hanem... Nem. Tehát van több világbajnokság, maradjunk ennyire. Jó, értem. Oké, köszönjük szépen. Köszönöm.